Az volt a cél, hogy elsősorban a stipendiumos hallgatók, de azon túl akkor nézzük meg a Magyarországon tanuló összes idegen nyelvű, képzésben résztvevő, külföldi országból érkezett hallgatónak a gazdaságra gyakorolt hatását. Ehhez egy új modell kidolgozását kérte a Tempus, hogy egy olyan módszertan kerüljön kidolgozásra, amely új, friss felmérése gyakorlatilag éveken keresztül a gazdasági hatást tudja rögzíteni, és látjuk a változást, szeretnénk a növekedést nyilvánvaló benne láttatni. Ennek a felmérésnek a gerincét ugye egy kérdőíves vizsgálattal tudjuk megtenni, és még érdekessége a módszernek, hogy a kérdéseket is, ami a költésre vonatkozik, teor számokkal kapcsolatos költési tételekre vonatkoztattuk, így gyakorlatilag a nemzetgazdasági ágaknak a szerepét a fogyasztásukban közvetlenül ki tudjuk mutatni, és látjuk azt, hogy hogyan generálja a lakhatást, a kiskereskedelmet, a turizmust, a közlekedést, és mely ágazatok azok, amelyekben ez nagyon jól látszik a jelenlétüknek a hatása. Egy nagyon jól hasznosítható eredmény birtokában tudjuk kijelenteni gyakorlatilag, hogy nagyon komoly hozzáadott értéke van a külföldi hallgatóknak a magyar nemzetgazdasághoz. A leglátványosabb szám ugye az éves fogyasztásra vonatkozik, amelyben benne van a havi költés, lakhatás, kiskereskedelem, tehát ami egy átlag magyar embernek is kell a megélhetéshez, benne van eseti költés, egyszer általában az érkezésükkor a hallgatók beruháznak. Ez főleg az önköltséges hallgatóknál nagy költség. Ez az eseti költés, ezen kívül a turizmusba is belépnek, és az önköltséges hallgatóknál pedig jelen van a tandíj. És ez együtt ad 180 milliárdot évente a magyar nemzetgazdasághoz. Ezen kívül ezzel az egyes számú multiplikátorral számolva tudjuk, hogy körülbelül 20 ezer munkahelyet teremt. És hát van közvetlen bevétele is a magyar államnak a hallgatók részéről, amit a áfa bevételeken keresztül realizálnak, ez meghaladja a 10 milliárd forintot. Regionális hatásban látszik, hogy Dél-Dunántúl profitál a legtöbbet belőle, különösen látványos ez Baranya megyében. És hát a hallgatók elégedettségében viszont a Pécsi Egyetem előtt állva el kell mondanunk, hogy a legelégedettebbek a hallgatók a Pécsi Tudományegyetemmel és a várossal különböző paramétereket vizsgálva.